Na, szevasztok srácok, Csipi vagyok, és folytatjuk tovább ugye a heti feladatos rewardok átvételeit. Um, ugye, az előző videóban kerestem egy mendit, amit nem találtam meg végül is, ugye egy, azt hiszem egy karnibálos mendit kerestem, de úgy néz ki srácok, hogy ez ö... nem lett elkészítve van az SBC, ami kicsit gyanús, mert kajak úgy emlékszem, hogy ö... megcsináltuk. Na mindegy, ö... úgyhogy most már csak az a futizmendizünk van, vagy men mending, mendizünk. <laughs> futiz van, úgyhogy nézzük meg a következő 5 heti feladatot. Ugye egy ilyen Jeremia St. Just, nem jól jó mondom a nevét, elnevezésű. Hát holland védőt lehetett szerezni, úgyhogy négy online szingli meccset kellett játszani, úgyhogy 11 ezüst holland ligás játékos van a csapatban. Ugye hát később be lehet hozni három szuperszubot egyébként, tehát erre csináltunk egy külön csapatot. Most csináltam. És ugye ez ugye 11 holland ligás játékosból állt, és mindig behoztam ugye a három játékosunkat, ezt a három nagyon jó játékosunkat előre, és akkor nagyon könnyű volt megnyerni a plusz, hiszen online szingről beszélünk, ki lehet glitchelni. Tehát löttök egy gólt, és akkor jött a nut type test, ugye, disconnecteltek, és akkor megadja a győzelmet az meg ugye nem adja meg a vereséget. Tehát nagyon egyszerű volt. Azt hiszem, egyszer szoptam csak be, hogy nem jelöltem az első gólt, és akkor öt meccsből lett meg ugye ez a négy győztes meccs. Volt egy magyar srác, és aki, akivel összesorsolt végül is a rendszer. Hát tőle itt is elnézést kérlek. még egyszer. Ugye nem szoktam elfogadni magyar srácokat online szinglibe, mert általában kiglitselek. És nem akarom húzni az idejüket, de nem néztem, hogy magyar az ellenfél, közben valami videót néztem telefonon, és már csak későn vettem észre, hogy magyar fogadtam el. Mindenesetre 5 meccsből meg lett srácok, jött, 5 ilyen kiglitcselős meccsből meg lett ez a Jeremiah. Úgyhogy nem tudom amúgy, hogy ki ez, tehát éltem, nem hallottam még a játékban, nem is tudom, ki használta ezt a kártyát. Meg kell nézni, értem, milyen rendes normál kártyája. Tehát ilyen brutális 94-es pénztír a kártyán, ugye az IE, tehát hogy valami brutál gyors lehet, de mindjárt megnézzük, hogy ki ez ugye. 6,1 láb magas, high medium a work rate, hát, hát elképesztően brutálisan gyors egy védő, szerintem ő a leggyorsabb védő a játékban. 94-es agility, fizikálisan is rendben van ugye, az defending értékei is rendben vannak, hát ezt egy ankorral szerintem föl lehet tornázni, ilyen 99-es pace, 85-ös def, 95 es fizikára, reakció 84, agility 94, ezt előbb is kiemeltem, az nagyon jó short 98, tehát tök jó passzul hátul. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó védőnek néz ki, és ráadásul még be is tudnám építeni egyébként a csapatba srácok. Tehát, hogyha azt csinálnám, hogy... És ugye nem ez a csapatunk, hanem ez, tehát... Ugye ja, átteszem ide ezt a Holland Fandálykat, és ide behozzam ugye a helyére ezt a mostani védőt. Illetve hogyha volkát kiteszem, és ide beteszem ugye a Dumfries-t, akkor ugye akár be is tudnám építeni. Persze, de beteszem a vinádumot, De én beteszem mondjuk a Pötit. Mert hogyha most érkezik egy csomó új kártya a, a csapatba, szóval uh, nem is tudom, hogy lehet, tehát lehet megcsináljuk a Pogba-t, lehet megcsináljuk ugye, a Rashford biztos érkezik majd csatárba ide, azon a um, Evertonos brazil srácon még gondolkodunk, meleg drága, de ez ugye most van Firminónk ide Kamba, és elvileg a pogba mindenképpen meg akarom majd csinálni, úgyhogy akár egy ilyen védelem is összejöhetne, hogyha le akarom tesztelgetni ezt a holland srácot, de komolyan megnézem, hogy ez milyen kártya volt egyébként alapban, mert uh, nem, nem, találkoztam még vele, nem tudom miért a futiz. 73-as kártya, ha, És itt is már 82-es pésze van a sima um, ezüst kártyájának, az elég brutt. Na, hát ezt, ezt viszont, ezt a holland védőt, ezt le akarom tesztelgetni, srácok, úgyhogy majd beengedem valami meccsbe. De ez egy egész fajink is holland védelem itt. Az. <laughs> úgyhogy egész. Úgyhogy most már össze- észavarjálhatunk a védelemmel, annyi védőnk van, tehát meg a közép is, hogy össze- észavarjálhatunk a védőket, úgyhogy majd tesztelgetem őket. Mindenesetre, srácok, szerintem ez is nagyon egyszerű volt. Ez a második futíz játékos, úgyhogy most nézzük meg, hogy a többi heti feladatért ugye mit kellett teljesíteni. Hát, hogy volt egy ilyen flashback to the future stars. Ugye három Rivals meccsen, amit ugye nem kell megnyerni, mert nem írja a kritérium, hogy meg kell nyerni vagy sem, lehet X is, vagy ki is kaphattok, lőni kell gólt, és adni kell gólpaszt is flashbackes játékossal. Tehát nem muszáj ugyanazzal a játékossal, tehát lőhettek egyikkel, mondjuk én mondjuk a Dávid vigyá adtam a gólpaszt, és mondjuk Um, a Firminóval lőttem a gólt, volt egy ilyen meccs is, de volt, hogy a Dávid Luizal adtam a gólpaszt, meg a Dávid Luizal is lőttem a gólt, tehát az a lényeg három rivals meccsen adjatok egy gólpaszt, és adjatok ugye, vagy lőjetek egy, -egy gólt, tehát egy gólpaszt, egy gól flashback játékossal, ugye én általában beosztom, a Dávid Luizalban benne volt, hogy adjak PLS uh, gólpaszt védővel, és akkor most már nincs itt sátor, de ugye általában a Firmino meg a Dávid. Dávid ugye még itt van, de a Firmino jött be. Patol egy másik heti feladat miatt van csak most itt a csapatban. Na, ezért pedig jár egy pak, egy Future stars játékos van, úgyhogy ezt most ki is nyitjuk. Majd előbb inkább csak a videó végén. Na nézzük inkább a többit. Flashback patta, ugye most mennek ilyen flashbackes baromságok egyébként ugye futiz alatt. Ugye három squad battle lesz meccset kell nyerni minimum pro nehézségi szinten, úgyhogy adsz gól paszt, és lősz is gólt ugye legalább egyet-egyet mind a három meccsen brazil játékosra. Hát én általában behoztam három brazil játékost a filminót, a patót ugye, és nem is tudom már ki volt a harmadik, tehát Joe, Joe, vagy nem is tudom már ki volt a harmadik szerintem a jó vagy jó vagy hogy hívják azt a brazil tolci játékost úgyhogy nagyon könnyű volt ez is srácok, hiszen uh, professzionális tehát pro nehézségi szinten ez elég könnye ugye a gép de ezt a flashback patót nem veszem át, srácok, mert uh, előtte majd be kell tennem a másik patónkat ugye be kell tennem egy SBC-be mert ez duplikét lesz és el kéne diszkálnom, mert nekünk megvan már a pató ugye hogyha 7 gólpaszt adsz Future Stars-os játékossal Rivals-be, akár egy meccsen is meglőhetitek ezt a 7 gólpaszt gól uh, Rivals-be, tehát nem kell több meccsen, Be, beraktok minél több Future stars játékos, és adogatjátok fel a gólpasztokat. Kaptok egy draft -tokent. de ezt a draft token-t se is átvenni, mert uh, a múlt héten is jól beszopatott minket a rendszer, mert ez egy ilyen csöves hulladékjáték, hogyha van benne draftod, tehát mondjuk akkor is, hogy azt hiszem volt benne egy draftunk, két meccsnél jártunk vele, tehát két meccset megnyertünk, és akkor itt hagytuk a draftot. Majd átvettem a draft és onnantól kezdve ö, nem engedett belépni a draftba. Tehát ö, azt, azt írtak Jánda, hogy használjuk kell a draftokent, és akkor elhasználtuk a draft token, mert csak úgy engedett belépni a draftba, és akkor az előző draftot ö, törölte is. Tehát ilyen buzi a rendszer, hogy nem lehet bent egy élő draftod, legalábbis nekünk nem engedte, plusz nem lehet még egy draft Tehát ilyen tiszta debil. És már ízében nem akartam betenni single playeres draftban a draftok ennél az ezt a két heti feladatot most nem vesszük át, csak ezt veszük át, ezt az utolsót ugye 15 meccset kellett nyerni, és akkor abszolút 50 káspakot. De ezt a 15 meccset bármilyen játékmódban megnyerhetitek, akár gépen legkönnyebb fokozaton is, úgy tök hamar meg lesz, de akár vl be is tök mindegy. Ugye most nincs ilyen hetedik heti feladat, hogy ugye ha megcsináltad mindent, akkor kapsz valamit. Ugye ezt most kifelejtették, vagy csak mi nem kaptuk meg, bár azt nem hiszem. Minden esetre nagyon könnyűek voltak az elti feladatok szerintem, hiszen már péntek este vagy péntek éjjel végeztem az összes annyira egyszerűek voltak. Átfosszuk ezt a Rare Players pakot, és akkor ezt mindjárt a is bontjuk. Ja, úgyhogy más most nincs benne, ezt a kettőt meg később vesszük át, srácok. Hát szerintem mind a kettő futiz játékos megéri azt a kis időt, amit rá kell folytatni, mind a kettő szerintem jó. Ez a Mendy valószínű atom brutál lesz ezt meg le kell tesztelgetni, szerintem ez is nagyon jó játékos lesz, de hát majd meglátjuk ingé, hogy milyen. Na, van most kettő a packunk. Ezt ráfosztom a Rare Players packot, mert... Uh... Ezt azt veszem át, lol. Nézzük, hogy dob -e valami hulladék... Uh... De Volkout -e már nem... De, -e lett belőle, na. Akkor alacsony rétünk... Nem, tocs. Na, mi lesz így gyerekek? Argentin tot szervért, ez van mi. A már Matata kijött. Na hát, örülök neki most tényleg örülök. Általában ebből heti pakokból lófasz nem szokott jönni, és most dobott egy toccot. Amit később mondjuk be tudok tenni, akármilyen SBC-be, mert magas rating, viszont 88-as kártya. Úgyse eladható, tehát. Meg annyira szerintem nincs is jó statja ennek az akunának. Na, van benne egy Miktár, ilyen SBC-be tök jó lesz, és van benne egy ilyen Megszer, aki egy Domestic Man of the Match. Három speciális lap helyett, kettő, de van egy 84-es is még benne. Aki tényleg jó lesz SBC-be, srácok. Na, ez egy egész jó pak volt most. Tényleg most ugye a heti feladat így megdobta a pakot, úgy látom, mert idáig lófasz nem itt ezekből a pakokból. Na. Akkor egyetlen egy ilyen Future stars pakunk maradt. Nem sok Future Stars-os kártyát használtunk egyébként a játék alatt, ugye a um, francia ligás mendit használtam nagyon sokáig, az kurva jó bal és védő volt, de aztán ugye jött Roberto Carlos, és akkor elpasszoltam azt a játékost. Ugye van egy fodenünk, amit kiszedtünk egyszer Futswampul, illetve van most egy gomezünk, vagy egy gomesünk, meg van egy, úgy gomezünk, nem is tudom már ki az a Liverpoolos védő, meg ugye van egy Alexander Arnoldunk is Future Stars-osba, úgyhogy elvileg ezek közül nem kéne egyik se. Tehát, hogy a, Foda, e közül, tehát a három PLS közül kinyitunk valakit, akkor ugye ezt azt hiszem el kell diszkádolni, mert azt minde, vagy talán az Alexander Arnold az eladható, de a másik kettő fixen nem eladható. Szerintem nagyon hulladék is vannak egyébként a Future Stars-ba, úgyhogy nagyon kíváncsiak, mit nyitunk, tehát szerintem ebből nagyon nehéz lesz jót nyitni. Nagyon kíváncsi. Nem is emlékszem pontosan, kik voltak ezen az eventen a pakkokba, de hát most nagyon kíváncsi leszek, hogy bedob-e valami hulladékot, esetleg bedob-e valami duplikétet, vagy nyitunk valami értelmeset, akit később be tudok építeni, bár mondjuk már így a játék vége felé szerintem nincs olyan játékos a Future stars akit be lehetne építeni. Na srácok, hát ez a fantasztikus játék ledobott, amikor ki akartam jutni ugye a Future Stars-os de úgy ledobott a szerverről, hogy még a Twitch is megszakadt. De érdekes, mert net az ment, tehát utána rögtön vissza lehetett kapcsolódni. De most vissza kell lépnem a játékba. Hát nagyon kíváncsi hogy így elbontotta -e a packot a játék, vagy még előtte ugye kifagyott az egész. De mindjárt kiderül, nem, a pakkot se bontott el. tehát akkor még egyszer van egy lehetőségünk, hogy bekeverjük ezt a packot, de hát ez nagyon érdekes volt, hogy így ledobott a rendszer, megszakította a videót is, Lehet, hogy túlkevertem és elszálltak tőle a szerverek. Lehet, hogy amikor szerverszakadás van, az mindig az én keverésemtől van egyébként. Hogyha ha legközelebb szerverszakadás van, vagy ledob a játék, akkor lehet engem szídni, hogy Csipi megint kever, bazd meg. Behal a szerver. Na lássuk, ugye elmondtam, hogy nem szeretnék nyitni, remélem nem azokban nyitok ezek általában a -ok, tehát ez mind walkout. Hopp, és Future van benne. Francia, Mendi. Na hát ez, ez a játékos meg volt, de ez egy jó játékos egyébként, srácok. Ilyennek örülök, hogy ez kinyitottuk még egyszer. Igaz, hogy most csináltunk meg szintén egy másik francia balszélső védőt, de nem baj. Mert hát, ugye ez francia ligás, az meg angol ligás. Na hát Mendy akkor visszatért a klubba. Hiszen mondom a játék egy korai szakaszában, nem is tudom mikor. Ő volt a bal szélső védőnk. Igazából arra nem érzem, hogy ki volt mellette a... a, a védő. Biztos valami francia, vagy ikon. Ez annól egy nagyon jó kártya volt. Most gyakorlatilag semmit nem ér egyébként, de hát ingyen volt. tehát... Uh, Annó a végén már coint hoztam át ezzel a Mendivel, tehát akkor fel lehetett tenni ilyen nagyon drágába, több százezer coin és akkor föltettem és megvettem egy másik a kuntom. Öt csillagos végfutni, 4 csillagos skill moves, ugye picit alacsony, de az nem látszott rajta egyébként. Mondom, nagyon szerettem ezt a Mendit, szerintem jó, két hónapig biztos, hogy jó volt a bal szélsőnk, és akkor kurva jó volt, tehát így teljesen el voltam csodálkozó, hogy sokkal jobb, mint a PLS védők például. Jobb volt, mint akkor Robertson, meg ezek. Úgyhogy, sőt, akkor még jobb volt én Alessandronál is szerintem, szóval nagyon szerettem. Nagyon gyors volt, jól helyezkedett egyébként, mindenhol odaért, jobb voltak a beadásai. Szóval annó ez a Mendi nagyon jó kártya volt, úgyhogy ennél százszor szarabbakat is nyithattunk volna a Future Stars-ból, illetve nyithattunk volna, és ami ugye duplikét, de így ennek a Mendinek örülök, tehát ezért megérte elkészíteni szerintem, vagy megérte megcsinálni ezt a heti feladatot. Na srácok, hát ezen a héten ennyi lett volna a heti feladat, ugye most nem érkezett futswap játékos, de hát ugye már megvan nekünk 13, és ugye a 14-et majd itt SB ugye tudjátok átvenni, és akkor utána jöhet majd ugye a Rashford. Ugye jöttek SBC-k is, ezek közül ugye, a live -ok közül, ezt nem csináljuk meg ugye, mert megvan az összes aki a pikkekben van. Tehát megvan Nani, megvan Rúni, megvan Villa, megvan Csicserítő, megvan mindenki innen. Ezzel meg elgondolkozunk, hiszen jön Rashford, viszont ez a Richard Lizon vagy Richard hát nem is tudom, hogy ejtik ezt a srácot, még életemben nem hallottam egyébként, nem láttam még uh, szerintem Everton meccset csak két éve, úgyhogy fogalmam nincs, hogy hogy ejtik ezt magyarul. Szóval 300.000 uh, 300 ezer coin, nekünk kijönne nagyon 150 ezerből vagy 200-ból, de hogyha jön egy Rashford ingyen, nem tudom, hogy megérje. Lehet, hogy egy ránézésre brutális csatár lehet. Mindegy, hát kíváncsiak, hogy nem a pokkba, és az mennyibe fog kerülni, aztán majd eldöntjük, hogy melyik sbc csináljuk meg. Neked meg a tetszett ez a videó, akkor dob rá egy like Csipi voltam, szevasztok!